megújult a járda, több mint 9 millió forintos beruházás a Bethlen Gábor utcában. Közműfejlesztés, szennyvíz és ivóvízvezeték rekonstrukció a Vizsla Parknál. Kedvező változások, augusztus 1-től hideg élelmiszer is vásárolható szép kártyával. Ez az a Lágerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Gyuk Alexandra vagyok. 2023. augusztus 4-e, péntek van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Megújult a járda a Bethlen Gábor utcában. A Kinizsi Pál és Bíró Márton utca közötti szakasz két részletben kapott új burkolatot. Most a déli oldalon zajlottak a munkálatok. Az eseményről sajtótájékoztatón számoltak be. A Bethlen Gábor utca nem tartozik a legforgalmasabbak közé, ám a képviselőknek fontos törekvése, hogy a lehetőségekhez mérten valamennyi városrész megújuljon. Ez a beruházás tavaly kezdődött. Az arányos városfejlesztés jegyében újult meg a Bethlen Gábor utca. A Bethlen Gábor utcának a Bíró Márton és a Kinizsi Pál utca közötti szakasza újult meg két etapban, tavaly az északi, idén pedig a déli oldalon. Az északi oldalon tavaly 122 méter hosszan, idén pedig 70 méter hosszan újult meg, mind az alépítmény, mind a csapadékvizelvezetés és mind a burkolat. A kivitelezést az Alamilex Kft. Végezte, elmondható, hogy az elmúlt másfél évben a Bethlen Gábor utca járdáira több mint 9 millió forintot költöttünk. Az északi oldal 6,5, még a déli oldal felújítási munkálatai 2,7 millió forintba kerültek. A járda felújítás mellett a szükséges részeken szegélyeztek, illetve kijavították az úgynevezett betonfolyók a problémás szakaszait is. Most a Bíró Márton utcát mérik fel, és ennek a költségvonzatát vizsgálják meg. Átfogó közműfejlesztés zajlik Zalaegerszegen a KEHOP program részeként. 28 helyszínen szennyvíz és ivóvízvezeték rekonstrukciót végeznek. Jelenleg a Vizsla Park környékén dolgoznak a szakemberek. Összhangban a magyarországi és az Európai Uniós stratégiával Zalaegerszeg város vezetésének is célja a megfelelő települési vízellátás, a biztonságos szennyvízelvezetés, valamint az ivóvízminőség javítás. A Vizsla Parknál mintegy 140 folyóméter hosszan cserélték ki a gerincvezetéket. A jelenlegi helyszín a Vizsla Park területét érinti a Kisfaludi úttól egészen a Vizsla sétányig terjedő területen a szennyvízvezetéket, illetve az ivóvízvezetéket, ami közel 55-57 éves vezetékek. Ezeknek a cseréjét hajtjuk most végre a program keretében, illetve 6 ingatlannak a bekötéseit is cseréljük, hiszen az a célunk, hogy az elkövetkező időszakban a modern technológiát felhasználva biztonságos szennyvízelvezetést, illetve egészséges ivóvizet tudjunk biztosítani mindenki számára. A 20 cm átmérőjű betoncsöves csatorna lejtése jelenleg nem megfelelő. Az elmúlt időszakban ez több problémát is okozott. A rendszer előregedett, tehát itt ugye ivóvíz és szennyvíz rekonstrukció is zajlik jelenleg. Abból kiindulva, hogy a rendszer több mint 50 éves, a ivóvíz oldalon a szolgáltatóval egyeztetve nagyon sok a csőtörés, illetve szennyvíz oldalon maga a gerincvezeték is a talajmozgások miatt elmozdult, korrodált, kontrások, szennyvíz oldalon nagyon sok a dugulás, tehát a szolgáltatónak mind ivóvíz, mind szennyvíz oldalon nagyon sokat kell ide kijönnie hiba elhárításért. A kivitelezést az Észak-Zalai Víz és Csatorna Zrt. Végzi. Az érintett szakaszon a munkálatok várhatóan szeptember közepéig tartanak. Kitisztítják és rendbe teszik a kaszaházi malomtó környékét az Alaholtágánál, ahol speciális szerkezettel merik ki a már elhalt növényzetet. Ezt megelőzően május környékén már elvégeztek egy nagyobb takarítást és mederkotrást. Ekkor a környező zöld felületen kívül a tóban lévő nádat is helyrehozták egy különleges tutaj segítségével. Messzebbről kellett idehozatni, és ezért egy kicsit bonyolultabb is volt még a tónak a felületének a tisztítása. Most viszont ugye ezzel vállaltuk is azt, hogy folyamatosan szeretnénk ezt karbantartani, amit ugye most esedékes, hogy most pedig egy újabb zöld felületrendezés zajlik, ugyanúgy a parton, és ugyanúgy pedig a vízfelületen is eznek a nádnak a visszavágása. Azt viszont tudni, hogy a nádnak a visszavágását szeretnénk ezt hosszú távon is megoldani, ez pedig egy különleges eljárással, méghozzá úgy, hogy ilyen növényevő halakat, amúrokat telepítettünk a tóba, emiatt ugye tilos is a horgászat,
és ezzel együtt ugye megoldható lesz az, hogy ezek a halak visszarágják lényegében ezeket a nád kezdeményezéseket, és akkor ebből kifolyólag viszont hosszú távon tudjuk rendezni természetes módon a tónak a rendbetételét, és olyan fajta zöld környezetet tudunk teremteni, ami a környéken élőknek nagyon fontos már régóta. Újabb utca újul meg hamarosan Zalaegerszeg belvárosában. Augusztus 7-től, jövő hétfőtől két szakaszon immár a befejező munkálatok kezdődnek az Ady utcában. Ezzel a végéhez közeledik ennek a szakasznak a felújítása. Az E.ON gázhálózati ZRT gázvezeték rekonstrukciót végez az Ady utca, Petőfi és Kisfaludi utca közötti szakaszán, teljes útzár mellett. A munkálatok várhatóan szeptember elején zárulnak. Zalaegerszeg megyei jogú város önkormányzatának beruházásában a kivitelezők csapadékcsatorna bővítést és közműfejlesztést, illetve teljes útjárda és térfelújítást végeznek. Így a kivitelezés idején a forgalmi rend megváltozásával kell számolni. A munka első üteme az Ady utca, Kazinci tér és Kisfaludi utca közötti részén zajlik, ahol részleges korlátozással kell számolni, és az említett szakaszon nem lehet parkolni. Az Ady utca burkolat felújítási munkálataihoz kapcsolódóan csapadék csatorna tisztítást és állapotfelmérést végeznek a Zalavíz ZRT munkatársai. A kézi tisztítás és kamerás vizsgálat az Ady utca és a Mártírok útja között húzódó 100 cm-es belső átmérőjű betonanyagú csapadékgyűjtő csatornában zajlik. A beavatkozás célja az egykori Ady iskola újszárnyának helyén húzódó csatorna állapotának felmérése és az esetleges hibák feltárása. Az Ady általános iskola területén húzódik egy beton alapú anyagú csapadék gyűjtő csatorna. Ez az Ady és a Mártírok útja között húzódik, 190 méter hosszan. Ennek a belső átmérője 100 cm, az 1 méter. Ennek végezzük most a kézi tisztítását, ezt követi majd a videókamerás vizsgálat, aminek célja az állapotfelmérés és az esetleges lefolyást gátló hibáknak a feltárása. Változtak a szépkártya felhasználás feltételei, az egyik legfontosabb jogszabályi módosítás, hogy augusztus 1-e és december 31-e között hideg élelmiszer vásárlásra is fordítható a béren kívüli juttatás. Ezt egy júniusban megjelent kormányrendeletben hirdették ki, ám augusztus 1-től, azaz 2-től van érvényben. A kamara a változásokról értesítést küldött a vállalkozások számára, azért, hogy adott esetben a munkaadók ezzel is segíthessék dolgozóikat. Az éves keretösszeget, ami ugye 450 ezer forintban került megállapításra, és most már csak egy zseb van, tehát nem kell meghatározni, hogy milyen konstrukcióban szeretné, hogy ezt felhasználni. Ezt az összeget lehet maximum 200 ezer forinttal az idei évben, ez az augusztus 1 és december 31 között megnövelni. Ugye ez most csak egy egyszeri alkalom, ahogyan a jogszabályban is szól, tehát ez a jövő évre vonatkozóan már nem aktuális, tehát most kell eldönteni a vállalkozóknak, hogy ebben kívánják munkavállalóikat támogatni, segíteni. Fontos kiemelni, ha egy munkavállalónak az adott időszakban több munkáltatója is van, a 200 ezer forintos támogatást mindegyiktől megkaphatja. Emellett, ha az alkalmazott munkaviszonya nem áll fenn a teljes adóévben, a 200 ezer forintot nem kell a munkában töltött napokkal arányosítani. Eddig éttermekben, szállodákban és szabadidős tevékenységek felhasználására lehetett elkölteni a kártyán lévő összeget. Idén ezek köre bővült. Most augusztus 1 és december 31 között élelmiszerek vásárlására is használható. Ez bizonyára nagyobb felhasználási kedvet jelent a kártya birtokosok számára, de azt hozzá kell tenni, hogy a jogszabály azt is tartalmazza, hogy melyek azok a kiskereskedelmi egységek, hogy milyen termékeket lehet vásárolni, tehát itt mondjuk egy húskészítmény termékekre gondolva, kenyér, pékáró, tejtermék, tehát élelmiszer jellegű termékekre lehet csak ezeket felhasználni. A munkáltató a már említett 200 ezer forintos támogatást több részletben is utalhatja a munkavállaló szépkártyájára. További részletekről a Nemzeti Adó és Vámhivatal oldalán tájékozódhatnak. Széles választékkal várták a vásárlókat ma is az zalaegerszegi piacon. Az idény gyümölcsök mellett jelenleg a paprika, paradicsom, új krumpli és az uborka a legkeresettebb.
Kiváló Zalában az idei paprika és paradicsom termés, ma több helyen akciós áron kínálták a lecsónak valót. Paprika nagyon jó terméshozammal rendelkezik, paradicsom az kicsit kevésbé lassabban érnek most a palántákon a termések. Meg most az idő sem kedvez neki. Igazából, hogyha esősebb idő van, akkor paprikának, hogyha szárazok a paradicsomnak. Most egy kicsit ilyen hektikus, de igazából mind a kettő szárnyal. A friss fogyasztás mellett ilyenkor van ideje az eltevéseknek is. Első körben az uborka és a paprika savanyítása javasolt. Kovászos eljárással, ami tartós és télen egész télen tavaszig fogyasztható, vagy pedig csemeguborkát, kisebbet, nagyobbat, uborka salátát, ez a svéd uborka nevűt is, ami hagymával készül. Aztán most már érnek a paprikák, abból a paprikából lehet almapaprikát elrakni, csipősset, csemmegét külön-külön, vagy pedig van ez a beledobálósnak nevezett, amiben többfajta zöldséget rakunk egy edénybe, és együtt érnek. A paradicsomnak nem, a gombának viszont kedvez a sok eső. Horváth Jánosné Kustánszeg mellől hozott széles kínálatot. Vargánya, nyúlgomba, rókagomba, lehet találni egy-kettő milyen gombát. Felénk azt mondják kenyérgomba, ilyesmit. Meg láttam már trombita gombát, fűszergombát is. Sebestyén Imre ezúttal nyúlgombát vásárolt, pörköltet készít belőle. Ez a legfinomabb gomba a nyúlica. Ettől nem kell áldobni semmit, ez tiszta. A vásárcsarnokban árusított gomba bevizsgált, fogyasztása biztonságos. Emelkedett a turisták száma júniusban Zalaegerszegen. Ezt igazolja, hogy a nyár első hónapjában a Turinform irodát az elmúlt évhez viszonyítva 16%-kal többen keresték fel. Noha az esős, kiszámíthatatlan időjárás miatt mostanában csökkent a forgalom, a zalai vármegyeszékhely továbbra is sok kül- és belföldi turista úti célja. Igazi különlegességekkel buzdítják a nevezetességek látogatására a vendégeket. A kirándulók ilyen füzetbe gyűjthetnek pecséteket, majd a kitöltött brosúra leadásával egy nyereményjátékban is részt vesznek. A sorsoláson különleges díjakat lehet nyerni, ezért biztatunk mindenkit arra, hogy gyűjtse a pecséteken, szerezzen élményeket. Többek között ajándékcsomagokat is sorsolunk ki, ami kifejezetten zalaegerszeges ajándékokat tartalmaznak. Zalaegerszeges élményt jelentő ajándékot a Showtime főzőiskolába, illetve az év vendéglátó helyére a Mamma Napoliból is lehet egy értékes vacsora utalmányt nyerni. Az érdeklődők a kedvcsinálót követve 11 helyszínt ismerhetnek meg. A tapasztalatok szerint az Aqua Cityt és a Göcsei Falu Múzeumot keresik a legtöbben, de a Gébárti Tóstrand is egyre népszerűbb. A Turinform irodában az volt a tapasztalatunk, hogy az ide érkező vendégeknek az első kérdése az, tudunk-e nekik városi térképpel segíteni, illetve be tudjuk-e jelölni ezeken a térképeken azokat a látnivalókat, amit az itt tartózkodásuk alatt mindenféleképpen érdemes nekik megkeresni. És ez adta az ötletet a 7 pecsétes Zalaegerszeg című pecsétgyűjtő élményszerző játékunkhoz, ami akár egy ötletadó kis füzetként is szolgálhat a nyári időszakban, mind a turistáknak, mind pedig a helyieknek a számára. A nyári szezonban még különböző tematikájú sétákra invitálják a látogatókat. A résztvevők a gasztroséta és a rejtély az egész város nevű programok mellett egy 700 éves időutazáson találkozhatnak Zalaegerszeg titkaival. A szerelmes randevún pedig Egerszeghez köthető neves emberek házasságába pillanthatnak be. Augusztus 26-áig tekinthető meg a Balatoni Látomások című képzőművészeti tárlat a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben. A kiállítást a nagy sikerű Balatonszalon mintájára rendezték meg Zalaegerszegen. Újdonság, hogy a kortárs alkotók mellett itt a klasszikus művészek festményei ugyancsak megtekinthetők. A különleges tárlat kurátora Veszeli Lajos festőművész. A nemzetközi szinten elismert alkotó maga is elköteleződött a balatoni tájjal, emellett szívügyének tekinti, hogy fórumot teremtsen a Magyar Tengert Múzeul választó képzőművészeknek. Több ilyen kiállítás volt már, de ilyen jellegű, mint ami Zalaegerszegen nem volt. Egy méltó helyen és egy komoly minőséget képvisel. A képzőművész szövetség tagjai azok kortárs művészek, 20-an vannak két-két munkával, két-két művel, és 10 klasszikus művész van, akiktől szintén egy vagy kettő van kiállítva, Bernát Arurér, Borsos Miklós, Csiszár Elek, Egri József, Csók István, Mészöly Géza, Halápi János, Mikus Gyulai, Szinnyei Pál és Udvardi Erzsébet. Ezek a néhai elhunyt nagyon jó balatoni művészek.
Folytatódik a Gyümölcsöző Kiskertek című programsorozat a Göcsei Tudásközpontban. Augusztus 5-én szombaton 10 órától az aszalás lesz a fő téma. Az előadást Oszkocsil Zoltán, a Göcsei Természetvédelmi Alapítvány egyik önkéntese tartja. A programra regisztrálni a göcseitudásközpont.hu/kiskert oldalon lehet. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Megújult a járda. Több mint 9 millió forintos beruházás a Bethlen Gábor utcában. Közműfejlesztés, szennyvíz és ivóvízvezeték rekonstrukció a Vizslaparknál. Kedvező változások, augusztus 1-től hideg élelmiszer is vásárolható szép kártyával. Ez volt az a Zalaegerszegi Televízió híradója 2023. augusztus 4-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak portálunkon, a www.egerszegihírek.hu oldalon. Híradónkat és a televízió műsorait pedig visszanézhetik a www.zegtv.hu oldalon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!